A Magyar Nemzeti Bank hitelezési jövőképével összhangban lévő növekedési számokat küldött a Nemzetgazdasági Minisztérium az idei konvergencia programjában az Európai Bizottságnak. A lényeg az, hogy a következő 5 évben végig 4% feletti ütemben bővülhet a hazai GDP, a termelékenység drámai javulásának köszönhetően a magyar gazdaság növekedési potenciája számottevő fejlődésen mehet keresztül. Pecsnik Mária Zita, a pénzügyköztató ZRT tudományos főmunkatársa a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Reálisnak tartja a 4%-os GDP bővülést 5 éven keresztül folyamatosan? Hát nézze, ez egy nagyon érdekes prognózis. Ugye minden évben be kell adni az országnak a konvergencia programot az Európai Bizottság részére, és az elmúlt évbeli programban az szerepel, hogy amikor az uniós források elkezdenek fogyni, 19-20-21-22, akkor a növekedés dinamikája mérséklődik. Tehát figyelembe vette azt, hogy a magyar gazdaság növekedésében nagyon jelentős szerepe van a külső forrásoknak, a külső segítségnek. Ez a program egyáltalán nincs erre tekintettel. Ez a program megítélésem szerint arra van tekintettel, hogy a miniszterelnök Orbán Viktor ez év márciusában, amikor a kamarához látogatott, azt a mondatot engedte meg magának, hogy hát neki olyan gazdasági miniszter kell, aki tartósan megígéri a 4%-os növekedést. Mert ugyan 18-ra 4,3% van, de említettem volt, hogy ez folyamatosan csökkent volna, lement volna 3-6-ra. 3-6-ra? Mert 3-6-ra, én ezt akartam kérdezni, hogy EU-s források nélkül mennyit tartana? Csak hogy tisztázzuk. Olyan mondjuk 1,5-2, legfőjebb 2%-ot. Ez bizonyította a 2016-os esztendő, amikor már kifutott ugye az előző ciklusnak az uniós forrás felhasználási lehetősége. Első negyed év drámai. Nem csak az első negyed, az egész év a 2% körüli ütemet jelzett, pedig volt még valami kis pénz, de 2% körüli ütem az azt jelenti, hogy fele volt a 17-esnek, amikor hát duplájára nőtt ez az uniós forrás. Tehát a politikai megrendelés így szólt, én nem tudom, hogy ezt hogy fogják teljesíteni. Ugye abból indulnak ki, hogy most tényleg nagyon kedvezőek a külső feltételek, a világgazdasági növekedés, az európai konjunktúra, a német gazdaság növekedése, tehát mindaz, ami kondicionálja a magyar gazdaságot. Van pénzbőség és minden, és azt gondolják, hogy ez az aranykor, ez így lesz az elkövetkező 5 évben. Holott ez soha nincs így. Csak soha. A külső körülményeknek és a külső gazdasági helyzetnek köszönhető az, hogy mi is akkor úgymond a többiek farvizén jobb állapotban vagyunk, vagy valamit mégiscsak jól csinál-e a magyar kormány. Mégiscsak hiány, infláció, növekedés, a gazdasági mutatók elég jók, mintha Fidesz kézben tartaná a gyeplőt. Végig tudunk menni az összes mutatón. Ugye az infláció nem érte el tavaly a 3%-ot, ami a Nemzeti Banknak az inflációs célkitűzése. Egész Kelet-Közép-Európában egyébként nálunk volt a legmagasabb, és azért, mert nem érte el, ennek az volt az oka, hogy a külső infláció segített bennünket. Mert belülről a kormány egy nagyon erőteljes konjunktúra élénkítő politikát folytatott, hát a választásokra készülve mindig, minden kormány így viselkedik, tehát a nagyon erőteljes kereslet élénkítésből nagyobb inflációnak kellett volna kijönni. Na most nézzük a hiányt. A hiánymutató az például ebben az évben nem csökken tovább, hanem növekszik. Ez is ennek a kiengedő politikának a következménye. Ugye a tavalyi 1,7-tel szemben idén 2,4%-os deficitet prognosztizálnak, igen, és majd csak ezután fog valamelyest csökkenni. És az államadóság rátája az... És a hiánymutató is ugye azért mérséklődik igazából, mert a magánnyugdíjpénztárt beszántották, a magánnyugdíjpénztári rendszert felszámolták. Most már jó rég. Jó régen, de most ebből csak a magánnyugdíjpénztári rendszer felszámolásából körülbelül egy 10% pontos csökkenésnek kellett volna bekövetkezni az adósságrátánál, és az volt a cél, hogy 2018-ban már 50%
lesz ez a ráta a bruttó hazai termékhez viszonyítva. Ez volt a 2010-es ígéret. Ez a 11-es, ugye az a Szél Kálmán tervet akkor írták meg, hogy ez 50% alatt lesz. Most 73-74 körül tartunk, tehát messze nem tudjuk teljesíteni, miközben 10% ponttal csökkentette volna a magányügyi pénztári rendszer ezt az adósságrátát legalább. Összességében szinte nem történt semmi adósságráta mérséklődés. Nominálisan az adósságállomány az egyébként emelkedett. Amit jót csinált ebben a kabinet az az, hogy átstruktúrálta az adósságnak a szerkezetét. Értem ez alatt, hogy mérséklődött a külföldiekkel szembeni tartozás és a devizában fönnálló tartozás. Hadd kérdezzem kicsit a bérekről. 2010 óta mostanáig 32%-os reálbér növekedés valósult meg. Pogácsa Zoltán közgazdász, aki igazán nem vádolt jobboldalisággal, kimutatta azt, hogy az elmúlt 5-6 ciklusban jellemzően a jobboldali kormányok alatt nőtt a nagy többség bére. Ő azt is hozzátesz, hogy nem csoda, hogy győzött a Fidesz, nem tudom, hogy ennek köze van-e a választási eredményekhez, de a bérnövekedés mindenféleképpen egy érdekes dolog. Hát én azért nem értek egyet, mert Megyesi Péter nem volt egy jobboldali kormányfő, és a Megyesi Péter alatt nagyon jelentős mértékben 6-7-8-10%-os reálkereset növekedés volt, tehát volt az előző ciklusokban is. Többnyire ez a bér alakulás megint a politikai ciklusokhoz, a választási ciklusokhoz kötődik. 2010-11, tehát a második Orbán kormány kezdetén nem volt ilyen reálbér növekedés. Az utóbbi években valóban, az elmúlt évben több mint 10%-os volt, és az idei is kiemelkedő lesz. Na most ha összességében, és ez a konvergencia program is azt mondja, hogy 34%-os reálkereset növekedés volt, és ezzel szemben 17%-kal nőtt csak a bruttó hazai termék, amiből én ezt finanszírozom, akkor azért ez kirajzol valamiféle aránytalanságot a nemzetgazdaság egészében, és jelzi azt, hogy annak ellenére, hogy a béreket terhelő adókat mérsékelték, annak ellenére nagyon-nagyon sok, főleg kis és közepes magyar cégnek problémát jelent a rájuk oktrojált béremelés, ugye a kötelező minimálbérillétre garantált bérek emelése, nem tudják kitermelni. Ha nem tud árat emelni egy ilyen nyomott inflációs körülmények között, akkor az ő költségei nőnek, nem tudja a termelékenység növelésével ellensúlyozni. Most a termelékenység növelésé rettentő problémák voltak, rettenetes problémák voltak. Az elmúlt 8 év alatt nem nőtt a magyar gazdaságban a termelékenység. Tehát az a növekedés, amit itt említettem volt, hogy 11% volt, az kizárólag abból adódott, hogy a foglalkoztatás bővült. Erre mondtuk korábban, hogy ez egy extenzív növekedési pálya, tehát nem a versenyképesség erősödését jelentő pálya, nem a technikai fejlődés, a későbbi növekedés megalapozását jelző pálya. Ezért is kétséges az, hogy az elkövetkező években tartósan 4% fölötti növekedéssel lehet majd számolnunk. Említette a nyomott inflációt. Áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,3%-kal emelkedtek a nagy összevetésben. Aggasztó ez, vagy üdvözlendő? Milyen lehet az éves adat? És a nyugdíjas fogyasztói kosár gyorsabban drágul, mint tudjuk, ők mire számíthatnak? Ön mit gondol? Ugye itt ebben meghatározó volt az élelmiszerárak drágulása, a nyugdíjas fogyasztói kosárban ennek van kicsit nagyobb súlya. Nincs nagy különbség egyébként az általános mutató és a nyugdíjas árindex között. Eredetileg a Nemzetgazdasági Minisztérium erre az évre 3%-os inflációt irányzott elő, ehhez igazította a nyugdíjemelést is. Ez is egy választási fogás volt, mert már tudták nagyon jól, hogy nem lesz 3%-os, mert még mindig a külső infláció segít bennünket. Tehát a belső kormányzati inflációs nyomással szemben az úgynevezett importált infláció az nem szaladt el, bár ugye most hát nagyon kérdéses, hogy mi lesz itt az olajára
árakkal, az új külpolitikai helyzetben, amit a Trump itt sikerült a világgazdaságban megint előállítani. De mi ilyen 2,3-2,5%-nál nem számolunk nagyobb inflációval. Amúgy különben ez sokkal egészségesebb, mint az a szituáció, ami az előző években volt, amikor nem volt infláció, legalábbis ugye a statisztikai hivatal kimutatása szerint, mert ha nincs áremelkedés, akkor a béremelkedés nem fér bele az árakba. És az egy növekedés visszafogó tényező, tehát ugye azt mondják, hogy ez a kúszó infláció, ez a 2-3%-os infláció, vagy még 5% alatti infláció, ez segíti a növekedést, ez serkenti, ez olajozza a gazdaság szerkezetét, ezt így szokták jellemezni. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, amennyi belefért az időnkbe, abban nagyon hasznos és világos és tájékoztató volt, amit elmondott. Köszönöm. Köszönöm szépen.